Igen. Most már normális. Igen, ő eldöntötte, azt mondja. Isten el. Csak egy vicc, teljesen idejük. Mind a ketten külön-külön és együtt is eldöntöttük, hogy egy ilyen kis cuki gyereknek, mint a... Akkor mi legyen a neve? Nem tudom, megbeszéljük az egyet. Rólam nem beszéltél. Szóval, hogy nem szabad feszültségben fölnőni, és ebből most már tényleg itt az idő, hogy felnőjünk. Vettünk egy új ágyat. Akkor... Hát akkor ilyen szép, pozitív kicsengéssel búcsúzunk. Köszönöm szépen, hogy a világvárosi kínálatból minket választottatok. Tegyétek ezt így máskor is, minden hónap 10-én. December 10-én két nagyon klassz színész jön ismét, Fodor Anna Mária is, igen, és Decsény Péter, egyik igenebb igen, mint a másik. És egyelőre még csak annyit tudok, hogy az lesz a címe, hogy manipuláció. De addigra megírom. Addigra megírom, megígérem. Úgyhogy köszönjük szépen, Botos Évát láttuk. Az Eres 9-ben a Cser S című előadását, amit ő írt, ő rendezett, ő játsza, és szuper. Ő pedig most hamarosan... De már a népművelőjén nem tudod a kultúra terjesztését, bármit csinálsz. Neked meg most magán előadás. Majd lesz februárban egy monodrámám. De még nem tudom, mi lesz, mert most írjuk az Álmod a Petivel. A téma az biztos, hogy a függőség. Azon is belül... vagyis hát azon belül is a kábítószer, hát, úgyhogy valószínűleg... Hát egy kigérettségizet lehet, nem tud egy módatot lehet, ugye? Úgyhogy izgalmas lesz, Novák ezt rendezi. Tehát addig is játszom meg annyi mást. Helyes, akkor ez itt a reklám. Nézzétek meg a Hamletet Alföldi rendezésében, a Szabó Kimmel Tomival a Nemzetiben. Ha még meg tudják, mert az hát ugye az, már nincs. Az csak én láttam, ahogy én nézem. Nekem meg volt DVD-n, de nem elveszett. Minden jó volt. Bóna János hegedű.